ország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Hölgyeim és uraim, felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor neki kezdünk. Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket odahaza és itt a stúdióban. Kezdünk is, sok dolgunk lesz. Ma toleranciáról és intoleranciáról fogunk beszélgetni. Ez így sokat nem mond, de perceken belül minden világossá válik, megígérem. Vágjunk neki. Nem tudom, hogy hallottak-e már róla, illetve biztos vagyok benne, hogy hallottak róla. Elég régóta van egy ilyen mozgalom Európában, ami arról szól, hogy időről időre, minden évben választanak egy európai várost, ami egy éven keresztül viseli az Európa kulturális fővárosa megtisztelő címet. Ezt az egész ügyet még egy Melina Mercouri nevezetű görög színésznő találta ki, aki Görögországban aztán ilyen kulturális miniszter volt. Azóta zajlik ez a dolog, és amióta nincs kommunizmus, és mi is átkerültünk a szabad világba, azóta mi is részt vehetünk az Európa kulturális fővárosa mozgalomban. Volt is már magyar város, Pécs. És most újra elindult a castingolás, hogy melyik város legyen Európa kulturális fővárosa. Négy magyar város is beadta a jelentkezését, most zajlik az előzsűrizés. Székesfehérvár volt az egyik magyar város, aki beadta a kis filmjét, az Imás filmjét, amit Brüsszelben a szakértőkből álló zsűri bírált el. Mielőtt megnéznénk, hogy milyen bírálat és milyen vélemény született, nézzünk bele ebbe az Imás filmbe, mert azt gondolom érdemes. Egy-néhány másodpercet láttunk, ez egy közel 4 perces film, de a hangulatából gondolom valamit úgy éreztek. Ez 4 percen keresztül így megy, bárki megnézheti, a interneten fönn van. Vidám fiatalok, gyerekek táncolnak, jönnek majd néptáncosok, ott táncolnak a főtéren, stb. A fényes tekintetű szakértőkből álló brüsszeli zsűri a film kapcsán a következő ítéletet hozta, miután nem juttatta tovább Székesfehérvárt, amivel nincs baj, hát ha voltak jobbak, semmi probléma. Hagy olvassak föl néhány véleményt, jó, a brüsszeli zsűri ítélete közül. Az egyik szakértő azt hiányolta, hogy miért nincs a filmben szegény és migráns. Sokalták a keresztet és a templomot. És volt egy bizottsági tag, egy belga politikus, aki a következőt mondta, azt kifogásolta, hogy a pályázatnak az identitását a görög-római és a keresztény zsidó kultúrkörre alapozták a város és a filmkészítői. Úgy gondolják, hogy ez ma már nem megengedhető. Na most, emberek,
én azt hiszem betoljuk. És amikor azt mondtam az elején, hogy ma a toleranciáról és az intoleranciáról fogunk beszélni, akkor itt rögtön el is kezdhetjük. Tehát, hogy még egyszer értsük. Európa kulturális fővárosa pályázat zajlik. És Székesfehérvárt azért zárják ki, és nem juttatják tovább, mert zsidó-keresztény, ógörög, római civilizációt vélnek felfedezni, ennek a hagyományait. Túl sok a fehér ember és a kereszt, nincs migráns és koldus az imás filmben. És akkor, mikor eljutok gondolatban idáig, akkor tudják, megint kitör belőlem a történelem tanár, és nem tud nem eszembe jutni, hogy időszámításunk szerint 244-ben a brüsszeli szakértők kedvéért mondjuk inkább úgy, hogy Krisztus után, 244-ben római császár lett egy akkor 40 éves fiatalember, aki Philippus Arabs néven került a római császári trónra. Nevében az Arabs az nem véletlen, ugyanis nevezett fiatalember 40 évvel korábban a mai Szíria területén egy beduin sátorban látta meg a napvilágot. Az apja valami beduin törzsfőnök volt, az anyja nem tudjuk, hogy kicsoda. Na most Philippus Arabs néven egy beduin császár lesz Rómában 244-ben, egészen 249-ig, míg a pretóriánusok meg nem ölik, addig gyakorolja a császári hatalmat. Csak ugye ez önmagában van ebben némi szimbólum, nem? De ha ehhez hozzátesszük, hogy nevezett császár, azzal volt egyebek mellett elfoglalva, hogy a saját apját és egyéb beduin törzsfőnököket emelt be a római istenek sorába. Biztos néztek a római polgárok, hogy mégis mi történik most éppen mi velünk. Továbbá is ez a szimbólum világban ez a legdöbbenetesebb, hogy Philippus Arabs az a római császár, akinek kijut a tisztesség, hogy megszervezze azt az egy hónapos ünnepség sorozatot, amikor is Róma alapításának és fennállásának 1000 éves évfordulóját ünnepli. Philippus Arabs rendezi meg az 1000 éves Róma fennállását ünneplő, egy beduin ünnepli az 1000 éves Rómát. Na most, drága véreim, nem érzik a párhuzamot? Ezután, Philippus Arabs után 200 évvel megszűnik a római birodalom. Ugye 476-ban egy Odoaker nevű nagyszőrös barbár taszítja le a trónjáról az utolsó nyugat-római császárt, egy bizonyos Romulus Augustulust. Emlékeim szerint 14 vagy 16 éves gyerek volt, félig debil és természetesen homokos. És ekkor meg is szűnik a nyugat-római birodalom. 200 év Philippus Arabs és a római birodalom megszüntetése között. Na most, ma Európa ott tart, hogy a saját kulturális fővárosának keresgélése közben kifogásolja az antik görög római civilizációs gyökereket, a keresztény zsidó hagyományt, meg túl sok a fehér ember, meg a templom és a kereszt, és sehol egy migráns. Nem adnék már 200 évet magunknak, ha mindez így marad. Csak figyelmeztetésképpen szeretném mondani. Lehet, hogy nem leszünk olyan szerencsések. És hogy mennyire így van ez, kalandozzunk tovább tolerancia, intolerancia világában. Édes véreim, következő hír érkezett az Egyesült Államokból, ami ugyanúgy a nyugati civilizáció része. Hír így szól: felnőtt férfiak és serdülőkorú fiúk szexuális kapcsolatát vizsgálták egy neves amerikai egyetemen. Az egyetem a Michigani Egyetem, tényleg nem egy rossz egyetem, ahol egy Research on Women and Gender, ez egy ilyen stúdium,
egy intézet, ahol azzal foglalkoztak, hogy a felnőtt férfiak és a kifejezetten kiskorú serdülő fiúk közötti szexuális kapcsolat hogyan alakulgatott itten az elmúlt időszakban. És ugyan még megjegyezték, hogy hát lehet ezzel ellen kifogásokat emelni, de azért igazából ne legyünk mi intoleránsak, és ne üssük rá rögtön az előítélet bélyegét egy szép szerelemre, ami egy felnőtt férfi és egy kiskorú fiú között szövődik. Ez ma a Michigani Egyetemen egy kurzus, édes véreim. Hol vagy Philippus Arabs, de az hagyján, de hol vannak a pretóriánusok? Látni szeretném a pretóriánus gárdát, ahogy bevonul a Michigani Egyetemre, és ott rendet csinál. De ne álljunk meg félúton, mert ha már a Michigani Egyetemen megvizsgálták, hogy a felnőtt fiúk, a férfiak és a kiskorú fiúk szexuális kapcsolata mitől szép, akkor rögtön utána, délután pihenésképpen elő kell venni a Cosmo nevezetű életmód magazint, amelynek a legutóbbi számában a következő cikk jelent meg. Ilyen az, amikor szerelmes leszel a testvéredbe. És hosszan elemzik, idézet következik, teljesen természetes, ha a féltestvérek szexuális kapcsolatot létesítenek egymással, mivel egy elmélet szerint a testvérek között genetikai alapon eleve fennáll a vonzalom. Cukorbogár, nem? Emberek, ugye, aki járt általános iskolába, bár nem emlékszem, hogy az általános iskolába volt, de aki járt középiskolába, az mindenképpen szembesült a Szofoklész Antigonéjával. Ugye, mi az Antigonénak az alap konfliktusa? Az, hogy az isteni törvények a fontosabbak-e, vagy az emberi törvények? Itt ugye ez abban csúcsosodik ki, hogy Kreón a zsarnok az ellene lázadókat leveri, megöli, és Antigoné testvére, aki szintén lázadó volt, a halottak között van, és Kreón azt mondja, hogy ezeket a halottakat nem szabad eltemetni. Ami ugye ellent mond az isteni parancsnak. És ez ellen lázad föl Antigoné, és meg is kapja a méltó büntetését, de aztán persze Kreón is elnyeri, mert az antik görög világban még tudták, hogy az isteni parancs az magasabb rendű, és hogy azt nem nagyon lehet áthágni. A nyugati civilizáció embere ma semmi egyebet nem tesz naponta, mint az isteni és természeti törvények áthágásával foglalkozik. Az isteni törvényeket azért hágjuk át, mert már régen úgy döntöttünk, hogy nincs is Isten, és saját magunkat, az embert helyeztük Isten helyére. A természeti törvényeket pedig ebből következően hágjuk át, hát hiszen ha mi vagyunk az Istenek, akkor ránk a természeti törvények sem vonatkoznak ettől kezdve, igaz? Ezért van 72 féle gender, 72 féle nemi identitás, mert megtehetjük ezt is. Kit érdekel, hogy milyen természeti törvények vannak, ha én egyszer 2 méteres, ha én egyszer 2 méter magas, 20 éves kenyai fekete nőnek képzelem magam, akkor azt a környezetem köteles tiszteletben tartani. És miért hoztam pont ezt a példát? Föltettem a blogomra egy filmet erről. Szintén egy amerikai egyetemre egy 175 centis fehér fiatal fiú bemegy, egy kamerával, mikrofonnal, és oda megy egyetemi hallgatókhoz, és azt mondja, hogy szia, én nő vagyok. Igen, tényleg? Ha te annak gondold magad, persze. De én fekete nő vagyok. Semmi probléma. 2 méter magas vagyok. Hát persze, hát kicsit nehéz elképzelni, de te így gondol. Na most ezek a jövő értelmisége. Aki egy 175 centis fehér fiúna, ha azt mondja magáról, hogy 2 méter magas fekete csaj vagyok, akkor azt mondják, hogy igen, oké. Na, állítólag ezek fogják megtermelni a mi nyugdíjunkat. Tök izgi lesz. És addig is nincsen semmi probléma, mert ha kegyelmed mégis úgy döntene, hogy szerelmes lesz a tesójába, ne tartsa vissza magát. A Cosmo szerint ezzel nincsen semmi probléma. Nyugodtan beteljesedhet a szerelem. És
hogy nem, az elme bajban nincsen határ. Nézzük meg a mára szánt legutolsót ebből a vonulatból, édes véreim. Azt mondja, hogy azt tudta, hogy a matematika is rasszista? Nem tetszettek még hallani erről? No, akkor elmondom, jó? Egy amerikai professzor szerint a matematika fehér felsőbbrendűséget hirdet, mert fehér európaiak alapozták meg. Figyú! Ezt gondolja Rochelle Gutierrez, a University of Illinois at Urbana Champaign matematika professzora, egy az ő közreműködésével megírt könyv egyik fejezetében. Gutierrez kutatási területe az egyenlőségi problémák kutatása a matematikában. Már jó. Ezeket régen elvitték az elmegyógyintézetbe, ma egyetemen kutatnak. Külön kitérve arra, hogy hogyan befolyásolja a rasszok, társadalmi osztályok és a nyelv a tanítást és a tanulást. Professzor kifejtette, akit a matematika kutatásában és fejlesztésében elismernek, aki jó a matematikában, vagy akit általánosan a matematikus közösség tagjának tekintünk, azt általában fehérként képzeljük el. Hát nem cukorfalat? Azon már túl vagyunk, hogy amerikai klasszikus szerzők műveit Mark Twaintől kezdve betiltják. De hogy lassan a matekot is betiltjuk, mert állítólag ez egy fehér tudomány, egyébként nem, például matematikából a legjobbak az ókorban az arabok voltak. Tehát önmagában bukik a mutatvány, de hogy azóta mondjuk ez egy fehér tudomány lett, mert fehérek művelik, most akkor mit kell csinálni? Mi a teendő? Tehát telleredélyéket be kellene festeni feketére? Vagy mi a megoldás? Minden esetre ma egy amerikai professzor ezzel van elfoglalva. Ezredszer mondom, erre mondta az én drága nagymamám mindig, gyerekek, ti már jó dolgotokban nem tudjátok, mit csináltok. Ez a helyzet a nyugati világgal. 40-50 év jólét a II. Világháború után, és mindenkinek elment az esze. A kretének és az idióták átvették a hatalmat. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy lassan szorongani kell, önöknek unoka gyerek, és még fehér, és esetleg jó matekból, és elméleti matematikára készül az ELTE-re, beszéljék le róla, mert másodperceken ki fog derülni, hogy egy rasszista disznó, ha jó matekból. Ha rám hallgatnak, tereljék át inkább utcaseprőnek, mert nagyjából ez maradt nekünk fehéreknek, amit még önfeledten űzhetünk, anélkül le lennénk cseszve, hogy rasszisták vagyunk. És akkor, ha már azt mondtam, hogy tolerancia és intolerancia. Engedjék meg, hogy mindezek után felolvassak egy fontos dolgot. Szintén amerikai a szerző, mert azért ott sem mindenki hülye. Fulton J. Sheen következőket írta a dicsőséges és vágyott intoleranciáról. A kertész nem tolerálhatja a kertigazt. Az építész nem tolerálja a homokot az épülő felhőkarcoló alapjául, az orvos nem toleráns a laboratóriumában tenyésző kórokozókkal szemben. Mindannyian intoleránsak vagyunk, ha a toleráns árus a fizetendő tételek összeadásakor a 10 meg 7-et nagyvonalúan 20-nak számolja. Nagyon fontos, és pont azt fejtegeti a szerző, hogy a tolerancia, amelynek jegyében éppen pusztítjuk el magunk körül a saját civilizációnkat és kultúránkat, mert idióták és kretének átvették a hatalmat, a tolerancia az nem az, amit ezek hirdetnek róla. És igen, drága barátaim, mondjuk ki végre jó hangosan, mert olyan felszabadítóan fog hatni. Mi nem vagyunk kötelesek tolerálni az összes barom állatot. Mi nem vagyunk kötelesek tolerálni azokat, akik szerint megizélhetjük a kis húgunkat, mert akkor már édesanyánkat miért nem, kérdezem én, ugye? Nem vagyunk kötelesek tolerálni azokat, akik szerint a matematika az egy fehér rasszista cucc. Nem vagyunk kötelesek tolerálni, már nem is tudom, nem is emlékszem, hogy melyik hülyét soroltam még ide. Mondjuk ki, ja igen, és nem vagyunk kötelesek azt sem tolerálni, hogy Fehérvár azért nem jut tovább a versenyben,
mert fehér emberek vannak az utcán. Hát mit csináljuk? Hát ebben az országban ilyenek vannak. Ne toleráljuk. Drágáim, ti se toleráljátok. Ugyanis nem kell. És ott kezdő, az az első lépés, hogy nemet tudunk mondani a politikailag korrekt baromságokra, nemet tudunk mondani a hamis toleranciára, és azt tudjuk mondani, hogy testvérem, te egy hülyeség fej vagy. Fantasztikus érzés lesz. Vissza fog térni a jó kedély, az öröm, és még a tesónkkal se kell lefeküdjünk. Úgyhogy van remény, rajtunk múlik minden. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, önöknek pedig a figyelmet, nagyon messzire ne menjenek, mert a második részben Novák Katalin lesz a vendégem. Rövid szünet és jövünk vissza. Folytatjuk a vasárnap esti sót, vendégem a stúdióban Novák Katalin, család és ifjúságügyi államtitkár. Szervusz, köszöntelek. Szervusen. Kevésbé vicces témával kezdeném, ha megengeded. Nézzük meg egy kicsit Magyarország demográfiai helyzetét. És helyezzük is ezt a demográfiai helyzetet valamelyes történelmi kontextusban. Ugye az köztudott, hogy már néhány évvel ezelőtt a olyan lélektani határnak tekintett 10 milliós népesség alá csökkent Magyarország népessége. Mióta tart a csökkenés? A 10 millióról szoktunk beszélni, hogyha az ember visszaemlékszik arra, hogy mit tanult az iskolában, akkor ugye Magyarország egy 10 milliós ország, ez cseng vissza, de hát azért arról se feledkezzünk el, hogy ez nem is 10 millió lenne, hiszen az össznemzetben kellene gondolkodnunk, tehát nem is csak a mostani határaink közé szorított magyarságban. 10 milliós ország, 15 milliós nemzet, nagyjából ez volt még 20 évvel ezelőtt a bevett mondat. Így van, és az egész nemzetnek a fogyása a dráma, tehát nem is csak a magyarországi magyarságnak a fogyása, hanem a magyar nemzetnek a fogyása, ami, hogyha a közigazgatási, jelenlegi közigazgatási határainkon belüli részt nézzük, akkor azért 10,7 millió is volt, és aztán 1981-től indult el, kérdésedre válaszolva, egy fogyás, tehát 1981-től fogva, már több mint 3,5 évtizede, nincsen olyan év, illetve nem volt olyan év Magyarországon, amikor ne csökkent volna a népességünk, tehát minden egyes évben többen halnak meg, mint ahány gyermek születik, ebből következik az, hogy folyamatosan egy fogyással nézünk szembe. Ez egyébként nem csak Magyarországra igaz, ez nem csak egy magyarországi jelenség, de azért ez a 3,5 évtizede tartó folyamat azért is drámai, és azért is nagyon fontos, hogy szerintem végre foglalkozunk vele, és talán végre kellő komolysággal foglalkozunk vele, ez a mi kormányzásunk eleje óta így van, mert ez nem annyit jelent, hogy most ebben az évben, vagy az előző években kevesebb gyermek születik, mint ahányan meghaltak, hanem ennek a 3,5 évtizedes folyamatnak van egy olyan következménye, hogy ma már azok, akik éppen gyermeket tudnának vállalni, hiszen abban a korban vannak, sokkal kevesebben vannak, mint voltak 1-2 évtizeddel ezelőtt, és ez a fogyás, ez rájuk hatványozottan igaz. Ugye ezt egy korfával is ki lehet fejezni, Magyarországnak a korfája az most már nem egy egészséges társadalomnak, nem egy egészséges nemzetnek a korfáját mutatja, hanem sajnálatos módon egy előregedő nemzetnek a korfáját. De azért azt mondanám, hogy ez a helyzet, illetve ez volt az örökség, amit kaptunk, és azért mi szembenéztünk ezzel a helyzettel, és most finoman, óvatosan mondom azt, hogy azért biztató tendenciákat látunk. Éppen ezt szeretném majd, hogyha kicsit részletesen megbeszélnénk, hogy mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni. Csak egy közbevetőleges megjegyzés, ugye 81-et említetted, ez volt a deadline, attól fogva folyamatosan minden évben valamelyest fogyunk. De volt már korábban egy intőjel, és csak a személyes példa kedvéért idézem ide, hogy én ugye 63-ban születtem. 62 az az év,
amikor Magyarországon először engedélyezik az abortuszt. Gyakorlatilag ez a Latkó korszak vége. És a személyes tapasztalatom az megdöbbentő, hogy mikor én elmegyek iskolába 6 évesen, 69-be, a fölöttem lévő évfolyamokban ABC, adott esetben D osztályok, mi pedig egyedül voltunk. Annyira kevés gyerek születik 63-ban, mert hogy már van abortusz, hogy az valami döbbenetes. Valóban ez Ratko Annának, az akkori egészségügyi miniszternek, illetve az ő döntésének vagy kezdeményezésének köszönhető, amely az abortusztilalmat jelentette, és ennek mérhető hatása volt, sőt, hogyha most megnéznénk, akkor mondhatom azt is, hogy gyakorlatilag amennyi születés elmarad, vagy amennyi terhesség megszakítás jelenleg van, az pont annyi hiányzik a születésekből, sőt azt is állítom, hogy minden egyes terhesség megszakítás az egyel több, mint amennyi jó lenne, hiszen ez mindig egy tragikus esemény, hogyha egy várandóságnak ilyen formán vége szakad. Ezzel együtt én nem gondolom azt, hogy a megoldás a jelenlegi helyzetben az ilyen típusú szigorítás lenne. Azt viszont állítom, hogy ezzel a kérdéssel olyan formán érdemes foglalkozni, hogy hogyan lehet még többet beszélni erről, még nagyobb felvilágosítást adni, tudatosítani azt, hogy valóban a magzat is egy élet, és az ember élet az a fogantatással kezdődik, és ez egy védendő dolog. Azért ennek már a hatásait olyan értelemben érezzük, hogy a terhesség megszakításoknak a száma az soha nem látott alacsony szinten van, bár ezt az alacsony szót nem szívesen használom ebben a vonatkozásban. De ez úgyhogy akkor is jó hír. Az egy jó hír, hogy nagyon-nagyon sokat csökkent az elmúlt években a terhesség megszakításoknak a száma. Én inkább azt a kérdést tenném föl, és azt meglepve, bár igazából azt mondom, hogy a mai Európában már ilyeneken nem lepődik meg az ember, de mégis értetlenül állok azelőtt, hogy miért nem teszi föl ezt a kérdést magának, nem csak Magyarország, ahol mi föltesszük, hanem Európa, illetve Európa vezetői, hogy mi az oka annak, hogy ma így gondolkodnak az európai fiatalok, mi az oka annak, hogy ma az európai fiatalok nem vállalnak annyi gyermeket, amennyi ahhoz kellene, hogy tovább gyarapodhassanak, vagy egyáltalán fennmaradjon az a nemzet, amelyben élnek, hanem nemet mondanak erre, és gyakorlatilag 1,5-es, 1,4-es termékenységi szinteket látunk szerte Európában, vagy még annál alacsonyabbat is. Vért izzadva próbál ez a kormány 8. éve tenni azért, hogy például a termékenységi rátát fel tudjuk tornászni legalább arra a 2,2-es szintre, ami ahhoz kell, hogy ne csökkenjünk, hanem szinten maradjunk. No. Mit lehet tenni azért, hogy ezt a termékenységi rátát feltornásszuk, és valahogy rá tudjuk venni a saját fiataljainkat, hogy vállaljanak gyereket? Szerinted mekkora volt a legalacsonyabb szinten ez a termékenységi ráta Magyarországon? Amikor... Szerintem 1,3. Még annál is kevesebb, tehát döbbenetesen alacsony, ez 2011 volt, ez volt a mélypont. Remélem, hogy a mindenkori mélypont, ez 1,23 volt. Tehát tényleg egy annyira alacsony szint, csak hogy ha valaki nem ismeri ezt a termékenységi ráta fogalmat, nem egy szép kifejezés, én gyermekvállalási kedvnek jobban szeretem hívni. Ez ugye annyit jelent, hogy átlagosan hány gyermek születik egy családba, ezt nem tudományos igényességgel fogalmaztam, meg nagyjából ezt jelzi. Tehát amikor az van, hogy gyakorlatilag egy családban még két gyerek se születik, nem hogy 3, 4 vagy 5, akkor aztán logikus, hogy ez egy folyamatosan fogyatkozó nemzetet fog eredményezni, és ennek nincsen vége. Tehát ez nem olyan, hogy elér egy kritikus pontot, és akkor ott szépen megáll, és azt mondja, hogy akkor, ja, hát most már annyira kevesen vagyunk, hogy így magától ott rögzül. Nem, hogyha nem változik ez a helyzet, hogyha nem változik ez a gyermekvállalási kedv, akkor jön az, amire nagyon sokan gondolnak, mint megoldás, hogy akkor hát akkor majd megoldjuk máshogy, hogy akkor majd kívülről hozunk be ez most az erőforrásokat. Ez az ötlet, mert túl bonyolultnak tűnik azon gondolkodni, hogy vajon mi lehet az emögött húzódók, illetve hogyan lehetne segíteni, és úgy tekintenek rá, és én ezt tartom többek között drámainak, hogy ez nem egy mennyiségi kérdés, tehát ez nem úgy néz ki, hogy van egy zsák krumplim, abból most hiányzik, nem tudom, 3 kiló, akkor valamivel pótoljuk bele és belepakolom, hanem itt nemzetekről, kultúrákról beszélünk, és emberekről beszélünk, és ezek nem csereszavatosak ilyen formában egymással, hanem azon kell megítélésem szerint gondolkodnunk, és azon kell dolgoznunk, hogy hogyan tudjuk a saját nemzetünket megerősíteni, hogyan tudjuk úgy talpra állítani, hogy ismét gyarapodó lehessen. Tehát számunkra ez a kérdés merült fel, és ez nem is egyszerű. És nem is egyszerű megválaszolni, és meggyőződésem, hogy a válasz az csak részben anyagi természetű. Mert
fontos az, hogy milyen anyagi támogatásra számíthatnak a gyermekvállalás előtt állók, vagy a gyermeket nevelők. Ebben a tekintetben nagyon sokat léptünk előre, csak hogy egy-két példát mondjak, az, hogy kettőszöröse most már, tehát duplája a gyermekek támogatására, a családok támogatására fordított összeg most, mint 8 évvel ezelőtt. 2010-ben nem érte el az 1000 milliárd forintot, most a 2000 milliárd forintos határnál vagyunk körülbelül, tehát kétszer annyit fordítunk családtámogatásokra. Európai szinten gyakorlatilag az első helyen állunk GDP arányosan, és sorolhatnám azt a sok mindent, amit bevezettünk. Hát családi adókedvezmény. A családi adókedvezmény, és akkor, hogyha megengeded, akkor itt egy olyan értelemben egy pillanatra meg is állnék, hogy kimondjuk ezt, hogy családi adókedvezmény, de mi is ennek a filozófiája. Ez azt jelenti, hogy azokat, akik dolgoznak, és szeretnék abból a pénzből, amiért megdolgoznak, eltartani a gyerekeiket, azokat úgy segítjük, hogy kevesebb adót fizetnek. Egyszerűen több gyerek kevesebb adót jelent, és ezt abban a formában támogatjuk, hogy a munkával megszerzett jövedelmet tudják megtartani a családban. Tehát én úgy érzem, hogy ennek a filozófiája is fontos, és ténylegesen olyan... Talán már igazságos, Katalin, igazságos. Hiszen aki vállalja, hogy x éven keresztül, és ez az x év ma már leginkább 18-20-22 évet jelent, nem csak saját magáért vállal felelősséget, hanem saját magán kívül még gyerekekért, hát az adózzon már kevesebbet, hiszen az a saját jövedelmét többfele kell, hogy ossza, mint az, aki egyedül van. Hiába támadják ezt állandóan, hogy ez igazságtalan. Miért is igazságtalan ez? És én még egy elemet mondanék, amilyen oldalról támadják szerintem is jogtalanul, illetve hát egy ilyen teljesen számomra nem elfogadható megközelítés, ilyen egalitarista megközelítés alapján, hogy ez azokat is támogatja, akik többet keresnek. Hát igen, ösztönöz arra, hogy az embernek legyen több legális jövedelme, hangsúlyozom, legális jövedelme, és nem bünteti azt, hogyha valaki mondjuk egy alsó középosztálynak nem a legalján van, hanem egy picit annál följebb, és ösztönzi arra, hogy igen, lehet még több pénzért, még több támogatást kapni, illetve még több támogatást igénybe venni. Sőt, hozzáteszem, például erről is ritkán beszélünk, hogy megosztható ez a családi adókedvezmény az édesanyja és az édesapa között. Ebben is úgy érzem, hogy igazságos szempont van, hiszen a kettőjük jövedelme együtt számít, és a két jövedelemből együtt lehet érvényesíteni az adókedvezményt. Tehát ez a családi adókedvezmény, ez messze több, mint egy puszta családtámogatási forma, hanem szerintem is sokkal igazságosabb, a munkára ösztönző és a munka által elért teljesítményt elismerő, ugyanakkor a gyermekvállalásban nyújtott teljesítményt szintén elismerő családtámogatási forma. Tehát ez az egyik alap pillére a mi családtámogatási rendszerünknek. És akkor mondhatom azt egy másik nagy csoportot a családtámogatások körül, amelyek kifejezetten azt segítik, hogy hogyan tudnak egyszerre a szülők dolgozni is, és otthon is helytállni a családban. Egyrészt az, hogy gondolj bele, már erről is elfeledkezünk, hogy ugye a szocialisták elvették annak idején a harmadik évét a gyesnek, megszüntették. Magyarországon ez egy olyan jó érzés, hogy egy fiatal nő tudja azt, hogy ha ő úgy gondolja, vagy ők úgy gondolják otthon, és ezt megteheti, akkor 3 évig otthon tud maradni a gyermekével. Ezt a biztonságérzetet vették el akkor, amikor egy tolvonással megszüntették a harmadik évigyest, mi ezt szinte rögtön visszavezettük, és azt az igazságtalanságot is megszüntettük, amiről a gyedextra szól, megint visszaidézném azt, amit már néhány év után úgy elfelejt az ember, hogy volt 2014 előtt, akkor még, amikor nem volt gyedextra, úgy kellett választani, hogy az ember, ha nem maradt otthon a gyermekével, és visszament a munkaerőpiacra, akkor elvesztette a családtámogatást. Nem járt a gyed, nem nyert a gyes, csak a munkabére. Most ez milyen igazságtalan dolog, az az édesanyja, vagy akár adott esetben édesapa, aki dolgozik is, és közben gyereket nevel, az ugyanúgy teljes értékű szülő, mint aki ezt a kettő feladatot nem párhuzamosan látja el. Vagy az, és akkor még ezt az elemet, vagy erre is emlékeztetnék, hogy a gyedextra előtt, hogyha valaki 3 éven belül vállal gyerekeket, akkor mindig csak a legkisebb gyerek után járt a családtámogatás. Azt mondták, ez volt a fantasztikus kifejezés, hogy beleszül a gyesbe, meg beleszül a gyedbe, így mondták ezt. És az annyit jelentett, hogy ha mondjuk 2 éves volt a nagyobb, megszületett a pici gyerek, akkor azt mondták, hogy a 2 éves után felejtsd el, amire jogosult lennél, csak a pici után jár. És ezért sokan kivártak 3 évet. És sorolhatnám ezeket a visszásságokat, igazságtalanságokat, amiket megszüntettünk.
aztán ott van az otthonteremtésnek a programja, szóval sorolhatom. Erre azért itt még egy kicsit időzzünk el, a csoknál egy kicsit időzzünk el, ugyanis fel nem foghatom, hogy egy politikus nő, mert itt még annak is szerepe van, hogy ez ráadásul egy nő mondta, Szél Bernadett, miért gondolja, hogy attól lesz népszerű, hogy ő bejelenti előre, hogy meg fogják szüntetni a csokot? Miért jó ez? Mi ennek a filozófiája, Istenem, hányan vették igénybe a csokot eddig? 66 ezer család. Családról beszélünk. Akik ezen keresztül jutottak vagy új lakáshoz, vagy tudtak javítani a lakáshelyzetükön, vagy bővíteni, vagy házat venni. Miért kell emberekkel kiszúrni? Ugyanis nem értem a filozófiáját, magyarázd meg nekem. Szerinted mire gondolsz, Szél Bernadett, amikor ezt így bemondja egy választási kampányban, mint ígéretet? Hát Zsolt, hogyha én Szélkakas Bernadettnek a mozgásait, meg a nyilatkozatait megérteném, akkor azt hiszem, hogy lehet, hogy nem itt ülnék, és nem most beszélgetnénk. Én nem ez az első dolog, amit vele kapcsolatban nem értek. Azt se értem, amikor olyan dolgokon fröcsög, amiben egyszerűen nincs igaza, nincs alapja, csak azért, hogy politikai hetszet csináljunk. Nagyjából csak ilyen fröcsög, igen. Igazából én nem értem a felesleges agressziót, sem értem, amikor volt olyan alkalom, amikor a parlamentben felállva üvöltve kérte rajtam számon azt, hogy miért nem segítjük az áldozatokat, és arról beszél, hogy hogyan lépünk fel az agresszió ellen, mérhetetlen agresszív módon. Én ezt is nagyon nehezen tudom megérteni. Tehát én sok mindent nem értek se nála, se a többi ellenzéki politikusnál, és abban nem is csak bízom, de azt gondolom, hogy az emberek, magyar embereknek a többsége se érti őket, és nem érti, hogy már mit miért csinálnak. Nem is gondolom, hogy az a céljuk, hogy a magyar emberek értsék őket, vagy megszólítsák őket. Próbálnak egymásra licitálva nagyokat mondani, most éppen ez jutott az eszükbe. Pont ez a lényeg, hogy nagyokat, oké, azt megérteném, ha azt mondja Szél Bernadett agresszíven, ahogy ő kizárólag kommunikálni tud, tényleg állandóan ökölbe van szorulva a feje, azt mondja agresszív, ellentmondás nem tűrő hangon, hogy mi meg fogjuk duplázni a csokot. Oké, ezt értem, de hogy elvesszük. Az mit, kinek fog ez, kinek ki örül majd ennek? Zsolt, én úgy látom, hogy valószínűleg ezen a területen most mondhatná azt, hogy gyakorlatilag folytatjuk a Fidesznek a családpolitikáját, de gondolom azt gondolná, hogy ezzel akkor nem sikerült valami új szint felmutatni. Miután a kellő szerénységgel igyekszem azt állítani, hogy a családpolitikánk tényleg olyan sokrétű, és annyi eszközt mutat már föl, és annyira sokféle támogatást tud nyújtani szinte minden érintett családnak, hogy ebben már nehéz, vagy ezen nehéz többet mondani ennél, és ezt túllicitálni. És ő ugye ott elkezdett ilyen bonyolult magyarázatokat, hogy igazából ezt szüntetné, meg azt nem. Szerintem ez most nem érdekes annyira, hogy ebbe részleteiben belemenjünk, de az, hogy, és én ezt az egy elemet szeretném hangsúlyozni, az, hogy amikor családtámogatásról beszélünk, a gyerekvállalás támogatásáról beszélünk, akkor értsék már meg, üzenem ezt mindenkinek, azok a politikai tényezők is, akik ebben releváns dolgot akarnak mondani, hogy itt a biztonságérzet a legfontosabb. A kiszámítható, biztonságos, hosszú távú, tervezhető családpolitika. Mert a családalapítás az nem egy 4 évre szóló döntés. Ez nem úgy van, hogy most ilyen kormány van, úgy döntünk, azt 4 év múlva visszaadjuk a gyereket, mert megváltozott a dolog. Ezt egy életre hozzuk ezt a döntést, illetve az ilyen jellegű döntéseinket, és bizony számít az, hogy tudják-e azt a fiatalok, hogy ők hosszú távon még számíthatnak arra, hogy lesz gyes, hogy lesz gyedextra, hogy lesznek bölcsödék, hogy lesz otthonteremtési program, hogy lesz családi adókedvezmény, hogy lesz ez a rengeteg támogatási forma, amely őket abban segíti, hogy föl tudják nevelni a gyerekeiket. És ha már a választások előtt azzal riogatunk, hogy ezt szüntetjük meg, azt szüntetjük meg, ezt változtatjuk meg, ezt alakítjuk át, akkor épp az a félő, hogy ezt a biztonságérzetet veszik el az emberektől. Tehát amit mi tudunk ezzel szemben hangsúlyozni, és azt én tudom, hogy mi ezt miért is tartjuk fontosnak, hogy hangsúlyozzuk, és ez a mi üzenetünk, hogy amennyiben mi lehetőséget kapunk arra, hogy folytassuk ezt a munkát, akkor mi semmilyen családtámogatást nem szüntetünk meg, csak bővíteni tudjuk ezeknek a körét. Ha van valahol értelme az állandóságnak az egyebek mellett ez a terület. Mit sikerült elérnünk a tragikusan hangzó és tényleg tragikus 1,23-as termékenységi ráta ma hol tart? Most tartunk 1,5-nél.
Nincsenek még meg hivatalosan a tavalyi évi adatok, de a becslések szerint olyan 1,5 körül lesz ez a mutató. Már az előző évben is közelített ehhez. Ez annyit jelent, hogy 5 év alatt elértünk egy 20%-os emelkedést, ami azért egy nagyon komoly dolog. Ez azt jelenti, hogy egy 20 éves távlatban elmondhatjuk, hogy ha minden ebben a mederben folyik tovább, akkor nagyjából 15-20 év múlva a bűvös 2,2-re el tudunk jutni. És megáll a fogyás. Én közgazdász vagyok, nagyon óvatos vagyok a trendekkel, és tudom azt, hogy ez a vonal ez nem olyan, hogy így meghosszabbítom és húzom tovább, és sajnos nem ilyen egyszerű a dolog, de a bizakodásra mindenképpen ez ad okot, hogy elindultunk egy pozitív úton, és még egy mutatót mondanék, a házasságkötések, drámai a házasságkötések alakulása pozitív és negatív értelemben egyaránt. Nem mondom azt, hogy mi volt a két dátum között, mindenkinek a saját fantáziájára bízom, de 2002-től 2010-ig, ez alatt az időszak alatt, ez alatt a 8 év alatt a házasságkötéseknek a száma 23%-kal csökkent. 23%-kal 8 év alatt. 2010-ben megállt ez a csökkenés, elindult ez a tendencia fölfelé, és 2010-ről pusztán 2016-ra ez az emelkedés 46%-os volt. Tehát a 8 év alatti 23%-ot követően volt egy 6 év alatti 46%-os emelkedés, úgyhogy azt látom, hogy ilyen értelemben is van következménye, van jelentősége annak, hogy egy kormányzat az értékek mentén kormányozza, értékek mentén hozza döntéseket, vagy nem. Nem fogunk tudni kitérni az európai demográfiai helyzetre, lévén, hogy van másfél percünk. Ezt használjuk ki jól. És ha már te is utaltál a beszélgetésünk elején arra, hogy azért jó lenne tudni, hogy vajon Európa úgyis, mint a Föld nevű égitest leggazdagabb és legjobban szituált helye, miért mondott le arról, hogy gyermekeket nemzen és fönntartsa önmagát, nem gondolod, hogy köze van ehhez annak is, hogy Európa és a nyugati civilizáció elkezdte zárójelbe tenni a férfit és a nőt, és ezeket az identitásokat? Veled még lehet férfiul beszélni? Vagy te már, ugye te nem sértődsz meg, ha valaki azt mondja neked, hogy szia Kati, hol nézel ki? Nyugtasd meg. Megmondom őszintén, hogy ha nem engedtél volna előre az ajtón, amikor bejöttünk, akkor az nagyon rossz néven vettem volna, és szeretem azt is, hogyha egy férfi felsegíti a kabátomat, és döbbenettel állok azelőtt, amikor mondjuk Nyugat-Európában számtalanszor bemennek elém az simán az ajtón a férfiak, és látszik, hogy föl se tűnik nekik, hogy mit csinálnak. Tehát az, hogy a nők iránti tiszteletet az udvariasság formájában is kifejezik a férfiak, ez egy olyan dolog, amit én szeretném, hogyha nem csak a kislányunk tapasztalna meg majd egész életében, hanem majd még az unokánk és a dédunokánk is. És én azt hiszem, hogy különböző, nem is azt hiszem, meggyőződésem az, hogy bár egyenlőek vagyunk férfiak és nők, de hát nagyon-nagyon sok mindenben különbözünk, és én ebből egy dolgot emelnék ki, hogy számunkra adatot meg, számunkra nők számára adatot meg az a csoda, hogy mi gyermeket várhatunk, hogy mi kihordhatjuk azt a gyermeket, életet adhatunk annak a gyermeknek, táplálhatjuk azt a gyermeket. Ezek olyan fantasztikus dolgok, amelyek csak nekünk adattak meg, és én nagyon remélem, hogy ez hosszú távon is így fog maradni, bár most olvastam, hogy már megoldották, hogy az első transgender szoptató ember is megvan. Tehát én abban bízom, hogy marad ez úgy, hogy mi nők fogunk gyermeket várni, gyermeket szülni, és a gyermekeket szoptatni, és aztán majd együtt neveljük ezt a társainkkal, férjeinkkel. Én szerintem ez így van rendjén, és én abban bízom, és mi azért dolgozunk, hogy Magyarországon ez hosszú távon is ezek a különbségek, ezek föl legyenek, és egyébként nők és férfiak egymással együttműködve, és adott esetben egymással versengve adott dolgokban egyre jobban összefogva tudják ezt az országot építeni. Akkor enyém lesz a végszó, megköszönvén, hogy mindezt elmondtad, és itt voltál velem. És senkit nem szándékozok megsérteni, csak engedj meg nekem egy gondolatkísérletet búcsúzásképpen, hogy a gyermekvállalási kedv megszűnése vagy csökkenése, meg a házasságok csökkenése, meg ez az egész furcsa nyugati civilizáció egy kicsit visszavezethető arra, hogy elérkeztünk a súlyemelő nők és a szinkronúszó férfiak világába. Ezt én nehezen viselem, de lesz ez még szerintem másképpen is. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, nagyon messzire ne menjenek, mert mindjárt jön a híradó, velem pedig a jövő héten a szokott időben találkoznak. Minden jót, a viszontlátásra.